Sziasztok, én Zond vagyok, és itt van velem Baluka! Hello! És itt is jönnek egy újabb Scrapmonic multiplayeres videóval, és ezúttal mit fogunk ma csinálni? Szumózni! Bizony, a Balukánál volt az első rész, és nálam van a folytatása a szumónak. Ez úgymond egy visszavágó. Vagy értitek, a Baluka is nyerje már végre egyszer. Ha, ez a terv, ez a terv. Annyi a különbség, hogy most egy más pályánk van, ez a kör alakú, egy tökéletes kör alakú pálya. Elválasztó vonallal, és ezen fogunk harcolni. Valóban, amit itt festeget, és egyébként a legfontosabb, itt van velünk Mr. Cat Mario, amit eléggé régen építettem már amúgy. Szóval akkor tér lesz a kék félgömb, ennyi pedig a szürke. Félkör. Igen, félkör. Nem félgömb. Már egy kicsit fáradtak vagyunk, meg már... Félgömb. Meg már egyébként 11 óra lesz, úgyhogy eléggé későre jár. Hát tudjátok, csak a szokásos. Persze, igen, szokásos. Mindig a lehető legkésőbb kezdjük el a videót. Hát de ez ilyen, hát akkor nem csoda lenne, hogyha nem ilyenkor kezdenénk. Ez nem lenne az igazi. Egyszer már kéne egy olyan, hogy reggel 6-kor már elkezdjük. Az, be is ütne rendesen. Na, akkor szerintem ne is húzzuk tovább a szót. Vágjuk is bele az építkezésbe pont úgy, hogy most befejezted ezt a szép kis lefestést. Úgyhogy mennyi időnk legyen rá? Mérem az időt. 15 perc, 20. Legyen 20. Legyen 20. 3, 2, 1, mert... Csápassuk. Tiéd, hogy milyen színű lesz? Milyen színű legyen? Az enyém az szerintem fekete-piros lesz. Az enyém meg fehér-kék. Még így az építkezés elejét szeretném elmondani, hogy ezt a videót a Boosteroid támogatta, de ezúttal szeretném letisztázni azt a kavarodást, amiket az előző videó komment szekciójában olvastam, mert sajnos eléggé sokan félreértették. Boosteroid egy felhőalapú gaming platform, amely lehetőséget nyújt akár nagygépigényű játékok játszására is, még akkor is, ha esetleg a számítógéped gyenge lenne, mert egy szerveren keresztül futtatják a játékokat, szóval a laktól nem kell félned, csak stabil internet kapcsolat kell hozzá. Válogathatsz közel 50 ingyenes és 150 fizetős Steam, Origin, Uplay és egyéb játékok között, ám ahhoz, hogy ezek között te bármelyiket is toljad, lehet az akár ingyenes vagy nem ingyenes játék, regisztrálnod kell, és a szerverét elő kell fizetni, ami mindössze 9,89 €, csak maga a játékot, amennyiben az ingyenes, nem kell külön megvásárolnod. Továbbá nem kell letöltened meg telepítened semmit, csak be kell lépned, és már el is indíthatod a játékot a saját szervereden. Kvázi ez olyan egyszerű, mintha egy videót nézel az interneten. Ha nem lennél biztos a dologban, van lehetőség próbaidőszakra is 2 euróért és 89 centért, ez idő alatt kipróbálhatod. Linket a leírásban találtok, ahol már tudtok is regisztrálni. De egyébként ez nem lesz szép, tehát hogy abszolút nem az a lényege, hogy szép legyen, nem? Tehát hogy furra nem kell figyelnünk arra, hogy igen. Bocs, én nem élek, én egy barlangban élek. Mármint, hogy te nem élsz, egy barlangban élsz, értjük. Sst, ne szólj már. 2020. Folyamatosan kötyeked el. Csak a rosszat akarod nekem. Figyelj, akkor tényleg nem figyelek oda, hogy olyan nehéz egyébként, hogy tudod, mindig oda figyelnél, hogy milyen a külsége, de most tényleg. Ugye? Uh-huh. Telibe nem, ne érdekeljen, hogy mi, hogy néz ki. Most én elrontottam, úgyhogy ezt itt túlra jöttem. Sőt, versenyezünk meg, melyik önkép itt csúnyábbat. Úgy vesztettem, hogy magammal rántottalak, az vicces volt. Igen. Vasököl meg villám nagyon odatették. Meg itt nevezzük hát? El. De hogy emlékszel már ezekre a nevek? Én el is felejtettem már, hogy hívták ezeket. Tudod, olyan memóriám, mint egy elefánt. Mik ezek? Ilyen sütőt? Vagy ilyen sütő? Hogy haladsz? Mert én egyébként semmi nem csináltam, semmi hasznosat nem csináltam. Miért csak így... így a keregeket. Te? Kb. Én is. Na, ennek örülök. Nézzük, tudok-e kanyarodni. Ú, de vadul kanyarodok. Olyan lassú fürge. Vagyok. Nagyon-nagyon lassú vagyok. Fürgelet? Hát, ja, mondhatjuk. Versenyes. Ahogy hasonló lesz a koncepcióm az előzőhöz, egy kicsit másképp. Egy kicsit másképp, de szinte hasonló lesz. De nem már, hát az úgy nem ér, hát most ugyanazt meg lehozott ki. Nem ugyanazt csinálom, ez máshogy fog kinézni teljesen, csak mégis valamiben hasonlítani fog rá. A villám. Most nem lesz villám. Késemen a villám. Haha, tudod mit? Akkor én is megcsinálom ugyanazt, na? Csak teszel bele titkos mikkentűt. Jó, akkor megint én fogok nyerni. És ha ezt csinálom... Ó! Ez durva. Úgy meg fogom nyerni. Nem úgy, mint a Mario Kartos versenyt. Amúgy tudom, ez eléggé hasonlít egy eléggé híres Battlebotra, amit most éppen építek. Onnan jött az inspiráció. Mire hasonlít? Az egyik Battlebotra. Mennyi időnk van még? Sok. Most van, 8 percünk van még. Hát az a rengeteg. Minek? Már most már készen áll a cheat mehet verseny, cső.
Nem lesz egy szép csoda, ellenben tökre praktikus. Na, az az ötletem, hogy... Ja, nem mondom el, majdnem elmondtam, hogy mi az ötletem. De olyan rossz, hogy szegény néző, most gondolj bele. Most ott ülek, és nem tudják, mit csinálsz. De látják, az is épp elég. A lényeg, hogy te ne halljad meg. Bár hogyha kukucskálsz megint, akkor ki tudja. Hagyjál már, miért kukucskálnék? Hát nem már. Azért mondom ezt, mert mindig izé fölleborodsz miatt egyből. Hát amúgy valóság alapja van neki. Júj! Oké, egy újabb ötletem támadt. Ennek nagyon örülök. Remélem osztozunk a sikerem. Nestle, ezt figyeljétek. Nestle? Mi? Azt mondtad, Nestle. Kötekedel. De hogy kötekedel, te kötekedel áll, no, kötekedel. Mennyi időnk van még egyébként? Néhány perc. 3-2. Aljaj. Aljaj, most már aztán legyen, most már aztán elég. 3-2-1. Na, tök jó. Lejárt az időnk. Ez nagyon csúnya. Az enyém is. Ritke csúnya. Nagyon repkedsz. Na jó, akkor felhúzom a leválasztó falat. Jó van. És le is lőjük, hogy mink van, vagy nem lőjük le? Azért ne lőjük már le egyből, hogy mi van. Akkor itt lenne az én kicsi kocsim. És itt lenne Baluka kicsi kocsia. Én erre veszem. Ez legyen Raki. Raki? Ratyi vagy Raki? Aha, majd megtudod, aztán akkor Ratyizzad. Jó, akkor itt, szóval itt lenne a Ratyi. És milyen itt lenne Raki? A... Nem Raki, mondom. Az anyja meg lehetne sírású. Hát lehet, legyen az a neve. Ha már ilyen... Egyébként a tiéd is ilyen semmi extra kívülről. De biztosan, tehát hogy tényleg nem arra megyünk, srácok. Abszolút igen. Nem arra megyünk. Mert ezt figyeld, hogy csinálok ide neked egy ilyen kis lépcsőt, hogy majd innen tudj, a vesztesek lépcsőjén tudj. Aha, jó van. Nagy a szád, nagyon. Jó, akkor, akkor ha már kék és piros, akkor én leszek a piros oldalon, te meg a kéken. Ja, hát így logikus. Mondjuk ezt a lépcsőt el is tüntetettem elő is, hogyha emiatt nem tudunk lejutni, az eléggé kellemetlen lenne. Csí, te mi az a brutál pártom? Hát ezzel ásom a sírodat, tudod. Ez is írás jó neve. Jaj. Na jó van, kíváncsian várom, hogy mi lesz. Jó van, akkor... Azért maradj még fönn a pályán. Oké, megnyertem, kész. Első kör megvan. 3-2-1, med. Na, jó, az első kör megvan! Még itt vagyok rajta. Tudom, én is meg vagyok. Jó, visszajöttem. Várjál, működik a cucc, amit csináltam? Igen, működik. Jó. Gyerünk. Jaj, elnyomtam életemül. Jaj, várj, össze. Amúgy, ja, tök jó. Elfekszünk mindketten, de azért mi lenne, hogyha visszaállítanánk magunkat? 3-2-1, mehet. Na. Jó, na. Ajaj. Hoppá, micsoda csavar volt ez! Azt a mekkora csavar! Jó! Na, most menjünk oda! Gyorsan beforgatjuk magunkat! Jaj, rossz túl késő. Ajaj, ne. Jó, és most toljuk meg. Nem, vissza kicsit. Na, szét, akkora csapásokat mérek rád, hogy ez egyszer hihetetlen. Jó, és most meg lesz! Életem első, ott van! Na, ott szép van. Volt. Jó van, voltam még, úgy de boldog vagyok most. Hát sose történt még ilyen. Legyen már neked is sikerélményed. Na, jó van, jó az a kis gép, ez a Raki, ez nagyon jó. Látod, Zonda, nem is olyan Raki. De azért Raki. Az mekkora visszamászás volt már az egyik. Ja, hogy akkor már félig lent voltam és visszajöttem. Ja, ügyes voltál. Na, akkor figyelj, akkor mehet akkor a következő kör? Most jön a második akkor. Aha, 3-2-1, és mehet! Ajaj, az most így megöljük egymást keményen. Fú, de nagyon nagy a koncentráció egyébként, mármint hogy... Jó, és most! Most toljuk le! Hogy kimenekültél, hallod? Ajaj. És tudom, mit csináltam, ide ragasztottam magamat a pályához. Hát az pont jó. Na. Nem, mert nem tudsz elvenni, vagy elvinni. De most ez direkt csinálod? Nem, ez teljesen véletlenül. Nézd meg.
Akkor most nem teszem. Jó, kezdjük, de ez akkor is vicces. Ez az esélytelen, hogy engem levigyél innen. Hát ez neked se jó érted, akkor csak ott maradsz esély. Hát de legalább soha nem kerülök le. Fölkészültél? Föl, hát. 3, 2, 1, mehet. Jó van, megbepörgetjük a fiút. Jó. Aja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 j. Jó, és most! Most meg neki! Most! Told meg! Ott! Jó, kettes! Oké, ez egy döntetlen. Leestél először! Nem, mind a ketten leestünk. Jó, jogos. Mind a ketten leestünk. Így az igazságos. Vagy számolhatok most én? Aha. Készen állsz? Mehet az utcsó kör? A mindent eldöntő. 3, 2, 1, és mehet! Nagyon-nagyon koncentráció megy. Bepörgetjük a fiút, azaz. És most neki. Csapjuk oda. Miért nem kanyarodok? Na most. Nagyon szerencsétlenkedünk, amúgy rájöttem, hogy elfejtettem valami nagyon fontos elemet beletenni a kocsimba. Amit az előzőben beleraktam, és ezért voltam sokkal erősebb. Elemet? Igen. De mi ez a kinyúlós, hátranyúlós kerék amúgy? Stabilizáló. De szerencsére úgy néz ki, hogy vissza fogunk tudni állni? Hát ez így részben igen. Részben nem, de aztán megvan. Most gyorsan kicsit. Megint nem kanyarodok? Ajaj. Én meg megint fejjel lefele vagyok éppen. Na! Most! De te is! De... Jaj, jó van. Jó van, ügyes vagy. Döntetlen. Egy-egy. Legyen döntetlen akkor, vagy legyen? Fölön nem lett döntetlen. Jó van. Hát srácok, akkor ez döntetlenre futottam. Hú, ez az utolsó kör, ez az aranykör volt amúgy. Igen, de hát olyan koncentrációt nyomtunk. Nagyon durván. De hogyha szeretnétek további részeket látni, akkor dobjatok a videóra egy lájkot, és akkor talán a következő szumó az majd nálam lesz. Aztán a visszavágójának a visszavágója, pedig Zorban áll. Nem? Jaja. Palukának a csatornáját megtaláljátok a leírásban, és akkor sziasztok! Hello!